Sulte, bitte. Gesult, verstehe? Ich bin Entschuldigung, Sie. Kocsonya. Ja, Kocsonya. Hát ez egy vegán étterem, das ist nicht röfröf, restaurant, növény, botanik, botanik. Oké, oké, gesult, gesult, oké? Hát ez a csávó, ez nem is tud németem. Mindegy, csináljunk neki egy vegán kocsonyát. Na, ez szuper lett. Sziasztok barátaim, tegyetek ti is úgy, mint én. Na, ne izguljatok, nem kell bohóckodnotok a konyhában. Mindösszesen annyi a dolgotok, hogy készítsetek el egy selfit a legújabb receptkönyvünkkel, posztoljátok ezt be a Facebook csoportunkba, és nyerhettek egy 20 000 forint értékű csomagot az Éden Premium jóvoltából. Az akciónk december 31-ig tart, de minél hamarabb külditek be, annál jobb. Akinek még nincs könyve, itt az ideje, hogy rendeljen, és egyébként a selfie miatt ne izguljatok, ha valaki nem annyira exhibicionista, mint én, nyugodtan a kedvenc fakanalával is fotózkodhat. És már itt is vagyunk, a nyelvi nehézségeket nem sikerült leküzdeni, viszont a kocsonyánkat el fogjuk készíteni szigorúan növényi alapokon, és ahogy azt már talán tudjátok, ez az étel gyorsan elkészíthető és nagyon egyszerű, és garantálom, hogy a végeredmény nagyon meggyőző lesz, mint Godzilla tárgyalás technikája. Gyertek, nézzétek, miből készül ez a finom étel. Az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban megtalálhatóak, és az imént nem mondtam el, de gluténmentes, teljes értékű növényi táplálék lesz, amit elkészítünk, és olaj és zsiradék sem lesz benne. Nézzük akkor egy picit az összetevőket. A vízről kell talán a legkevesebbet beszélnem. Itt van a zöld borsó, a sárgarépa és a fehérrépa, fokhagyma és hagyma. És a fűszereket, ahogy nézem, szinte kocsonyán lóg a szemem, illetve kocsányon, tehát a szemes borsot szerettem volna kiemelni, ami azért ebben a formában fog belekerülni, hogy szép tiszta maradjon a kocsonyánk állaga, és ne legyen ilyen zavaros, és egyébként még kurkuma, babérlevél és só, amit ott láthattok ebbe a kis üvegcsébe, és az agar-agar, amit egyébként az Éden Prémiumnál is megvásárolhatok, és ha már itt tartunk, a Vegánblog 15 kóddal az Éden Prémium webshopján 15%-kal olcsóbban vásárolhattok. Na, csapjunk is bele a kocsonyába! Első teendőnk, ami gyakorlatilag szinte az utolsó is, annyira egyszerű lesz ez az étel, hogy most mindent beleteszünk ebbe a kis lávasba. Jó, és felöntjük vízzel. Nagyon gyors leszek, és azért közben a szám is jár. Először felforraljuk, vagy illetve nagyobb lángon fogjuk hőkezelni. Ez egy nagyon akkurátus fogalom ez az esetben. Jó, jött a víz és a fedő. Jó puhára főzzük, most más dolgunk nincsen. Be is kapcsolom. Három dologra hívta fel a munkaadóm a figyelmemet, aki egyébként a szerelmem, hogy biztonságban túléljem ezt a forgatást is, hogy az agar-agart most semmiképpen ne tegyétek még bele, a kreativitás itt is adott, tehát nyugodtan karalábét, burgonyát, zellert, bármilyen egyéb más zöldséget is tehettek bele, és annyi vizet tegyetek bele, hogy ellepje az összes zöldségünket. Hú. Felső butasításra ezt is megmutatjuk. Nézzétek, itt lubickolnak. A zöldségeink megfőttek, egyébként kb. Ez 15-20 perc alatt meg is történt, és nincs más dolgunk, mint hogy leszűrjük. Bátrabbak önthetik lelkes amatőrök és kocsonyától remegők, mint én. Inkább így megpróbálom kanállal ezt a feladatot elvégezni, és még így sem biztos, hogy sikerül. Jó, tehát szűrjük le. Most igazából ennyi az egyetlen megjegyezendő. Jó, most egy picit szemezgetünk, tehát egy ilyen hamupipőke arbeit következik, tehát a szemes borsót, illetve a babérlevelet kiszedjük a zöldségeink közül, és a következő lépésben pedig a
két kis tálunkba a zöldségeket el fogjuk helyezni, itt még én egy kicsit kutakodok, és egy hasznos tanácsot is elmondok nektek, nem kell emiatt egy zöldséglevest főznetek, ha esetleg nem húslevest, vagy bármilyen zöldséglevest készítetek, akkor abból ugyanúgy egy kis adagot zöldség, illetve lé formájában kocsonya készítésre nyugodtan elkülöníthettek. Én most itt elszemezgetek, és mindjárt kipakolom a zöldségeket. Nézzétek, meg is mutatom a zöldség ágyásunkat, tehát ilyen jól laposan próbáljátok ti is, nem tudom mennyire látszik, őket elrendezgetni. A következő feladatunk pedig, hogy a levet szépen óvatosan visszaöntjük, és elkezdjük felforralni. Amíg forraljuk az alaplevünket, addig az agar-agar mixtúráját készítjük el, ez pedig igazából nagyon egyszerű, víz, és az agar-agar elegye lesz, ezt jó alaposan elkeverjük, és amikor felforral zöldséglevünk, akkor fogjuk hozzátenni. El is érkezett a pillanat, forrásban van már most a levünk, hozzá is tettem az agar-agart, kicsit csörömpölök is, és ami most itt fontos információ, hogy gyorsnak kell lenni, majd akkor, amikor áttöltjük a zöldségekhez, most egy pár perc alatt be fog sűrűsödni, érezni fogjuk, hogy mikor kezd el hatni az anyag, és akkor viszont nem késlekedhetünk, azonnal rá fogjuk önteni a zöldségünkre. Nézzétek, most már azért én legalábbis érzem, de majd ti is fogjátok, hogy már így kezd sűrűsödni. Következő lépésben öntsük rá a zöldségeinkre, és 1-2 órán belül meg is fog kötni, illetve zselés állagúvá válik. Így néz ki. Hasznos jó tanács, hogy a zselénk felszíne alá tömködjük le az összes zöldséget, és egyébként nem érdemes nagy adagokat készíteni belőle, mert egy pár napon belül azért érdemes megennünk őket, mert nem őrzi meg olyan sokáig a szavatosságát, illetve az állagát. Nézzétek, milyen szépen megkeményedett. És még ilyeneket is merek csinálni vele. Vegán kocsonyánk el is készült, azt gondolom, hogy ez az étel ennek a téli időszaknak egyébként egy kedvenc vagy kedvelt eledele, és szerintem ebben sem fogtok csalódni. Egyébként így is lehet tálalni, illetve hogyha bátrabbak vagytok, akkor majd a megkötött állapotában meg is lehet fordítani, és akkor még izgalmasabbnak tűnik. Szerintem ma mindent megtettünk, és finomat főztünk. Kérem szépen a harangot bejelölni az értesítésekhez, a köszönömöt a videó alatti leírásban, és a mai, ki nem nézi a videónk utolsó perceit, kódunk pedig a leglazább, a legrugalmasabb srác a kollégiumba, az pedig a kollegény. Köszönöm, hogy ma is velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!